Ez elhatárolódás, ez egy szimpla hazudozás és népámítás. A mi álláspontunk szerint Gaudi Nagy Tamás tegnapi viselkedése, ez a jobbik elfogadhatatlan és az európai értékektől távol álló politizálásának a gusztustalan mellékhatása. Mi itt tulajdonképpen értetlenül állunk, hogy vajon ki lesz a következő. É, akit valamelyik következő ember, akit valamelyik jobbikos képviselő, vagy pártak, vagy szimpatizáns majd leköp, megver, vagy é, akár még durvábban megszáll.